Ezt a videót a Corvin konzol támogatta. www.corvinkonzol.hu. Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind fall. Na, sziasztok gyerekek! Skyrim Elder Scrolls 5! Nem egy mai játék, én aláírom, viszont megvan a saját kis bűnöm, hadd valljam be, ó atyám, őket. Az a szitu, hogy mostában nagyon visszafügtem a trónok harcára, sajnos még nem tartok ott, ahol a jelenlegi... Tehát nem vagyok full aktuális még belőle, most kezdtem el az 5. évadot, és olyan szinten ráfügtem, hogy mi lenne jobb játék, úgy gondoltam, hogy kicsikét még jobban kielégítsem vágyaimat, amiket látok ezekben a részekben, mint hogy kicsit Skyrim-ezzek, szerintem ez a mai napig a legjobb ilyen középkori, vagy inkább a legjobban a, mit tudom én, a Game of Thrones-ra hajazó játék. De most maga a Game of Thrones játék nekem annyira nem jött be. És... 2 darab kedvenc karakterem van egyelőre a sorozatban. Jó, 3, persze Tyrion mindenkinél ott van, aláírom. De Sándor Clegane-t én nagyon bírom, ugye a vérebet, illetve nagyon bírom Brienne-t. Tarsi Brienne, azt hiszem az a teljesen, nem tudom pontosan. Szóval ők kettőjüket nagyon imádom, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csinálok egy Sándor Clegane-t, tehát nem tudom mennyire lehet megégettetni az arcát itt a karakterünknek. Vész, na súly. Hát ő egy jó megtermett emberke. Legyen egy ilyen fullos csávó. A gyerekek, hát ez lenne a mi vérebünk, Sándor Clegane-ünk, hát... mondjuk azt, hogy hasonlít rá. Done. És próbálna lecsapni a fejemet, imádom. Amikor a háttérben leszáll egy kibaszott nagy sárkány. A véreb igazából... kétkezi fegyver használó, illetve egy illetve kétkezi fegyver használó, azt mondanám. Tehát nem igazán akarok IAS karaktert csinálni. Alapból, amikor egyszer nagyon elkezdtem a Skyrimot, amikor ugye kijött, akkor nekem egy IAS karakterem volt. És most szerintem ezt az IAS-ot teljesen ki fogom hagyni, mert nem illik be a karakterben. Na. Szóval mondhatjuk azt, hogy roleplay-elek egyébként, ezt úgy szokták mondani, hogy kitálok magamnak egy karaktert, és akkor azt játszom, és igazából a játék sztoriával nem foglalkozom. Szerintem fun egyébként, szerintem jó pofa lesz, tehát az játék sztoriát nem fogom alapul venni, nem is fogok fordítgatni, hanem majd így nem tudom, majd kitálunk hozzá valami kis hülyeséget, vagy itt-ott, vagy nem tudom hány missziót vagy megélni, hány részt fog megélni ez a sorozat. Te jó szagú úristen! War X, let's go baby, ez kétkezes azt hiszem, ready your weapon. Nem, egykezes csak. Oh, a vérebb vagyok! Nagyon jó. Where are you going? És mi van ezzel a medvével? A Baratheon ház. Fú, a medvék, az kiknek a jelkép a trónok harcába? A medve. Talán a... Hú, nem akarok ilyesiket mondani, talán a... Opa. Oké, okay, nyugi. Come on, man! Get some! Let's go, baby! Imperial Captain! Ja, és M2-vel kell blokkolni? Jó, rendben van, meg lesz az. Fú, gyerekek, de élem ezt a harcot! Élni fogom nagyon. Tudom, van egy ilyen játék is, hogy Chivalry, ahol rendesen középkori multiplayer, tehát egymást kell szétkaszabolni, az is mekkora fun lehet. Lehet, hogy azt is próbálom majd egyszer. Search that body! Már is jobb armor. Elviszünk minden tarákba. És egy Imperial Sword, és egy Dagger, mindent elviszünk, mert Helgen keep key, mert mindent el akarunk adni a rákba. Ó, a sárkány betörte a kibaszott párkányt. Where are you going, my friend? Ezt tudom vágni? Nem tudom levágni, jó. Itt vagyok, bátya, itt vagyok, nyugi. Take it easy! Úristen, jön rám a köcsök, fej! Gyerünk, baby! Erről van szó, valaki még akarna Sándor Clegane-nel ne harcolni? Tiszta vér a kardom! Ne szórakozzunk, itt vannak potionök. Potion of Minor Magica. Ja, majd varázsolni is fogunk, bár mondjuk ugye a mi kis Clegane urunk nem igazán szokott varázsolgatni. Sőt, a tűztől kifejezetten fél, bár mégis a tűz lesz a legjobb varázsozunk. Hopp, egy nyuszika. Gyere, cicuka! Kicsit megmelegszem, itt van. Ettől félek elvileg, de semmi probléma, én lazán állok ott. Light sack. Apple. Viszem az iPhone-okat. Jó? Search. Még több alma. Annyi almám lesz, öcsém. Egészsége nem lesz problémám. Az biztos. Hopp, ide is feljövünk. Tuti van valami. Nincsen semmi. Jó. Nyugodj meg, fábátya. Valaki jött mögötte, nem? Hoppá. Jól van, te torturer! Te szemét disznó, mennyi embert kínoszhattál meg, te szemét disznó! Ami szépen lassan megterítődünk ruhákkal.
De azok a legértékesebbek szerintem, amiket itt össze tudok szedni. Viszont itt a mi kis páncélunk. Figyelj, és így aztán ma olyan blokkokat fogunk kiadni, hogy beszartok. Hopp, gyere baby! Gyere, figyelj! Nem tudom melyik a sprint, úgyhogy örülj neki. Hopp! Gyere! Közelharcba, tesó! Gyere, come on, man! Kill you, up in! Wow! Let's go, man! Elégsz a picsába! Égjél a pokol tüzében! Damn! Aj, de ocsmányak vagytok az Isten szerelmére! Tudod, hol állnék ezekre lekartozni? One-handed increase to 22! Nagyon helyes! Nagyon helyes! Sándor Kligény vagyok! Azaz a véreb! Ez a véreb! Leszakítja a fejedet a rákba! Jött a maci! Hopp! Megöljük a macit, gyerekek! Megöljük a macit! Megölöm a macit, mert mindig elkerültem. Akármikor játszottam, mindig elkerültem. Na, milyen álmatlan éjszakája van szegénykémnek. Aha! Na, mi van, bátya? Fordulj meg, felküldj lefele, jó. Te egyébként közben sneakelsz mögöttem? Mert az mitől kelesz föl folyton? Meg sem mozdulok. Picit előre megyek, figyelj. Jó, még egy picit előre megyek. És föl kell. Komoly sneak képességeink vannak. Na gyere, baby! Alt. Túl vagyok terhelve, baszki. Jó, nem baj. Na gyere, bátya! Kááá! Kááá! Wow! Jaj, neked ez ennyi volt, tesó? Oké. Csíj, fussunk, srácok! Lassan kijutunk a rákba. Your stamina is low, which may prevent you from sprinting or using power attacks. Drink a potion. Jó, most az nem kell nekem. És to Skyrim! Kijutottunk, gyerekek! Mi a picsa ez? Tougher creatures have larger souls, which needs larger bla bla bla. Nagyon jó, este olvasni. Várj! Ó, a sárkány! Whiterunba kéne eljutnunk, tehát az első város, amit én általában föl szoktam vágyezni. Bár azon gondolkozok, mivel Whiterunba megyek folyton, Falkreath-be én nagyon még nem jártam. Tudom, kövessetek meg, olyan fura ez az egér téma. Remove it, jó. Tehát Whiterun is ugyanannyira van, meg Falkreath is ugyanannyira van, szóval én Falkreath-be fogok most menni, én úgy hiszem, yes. Mert arra még nem is jártam. Gyerekek, magunkra lettünk hagyva. Úgyhogy végre megvan a szabadságunk. Végre itt van a szabadságunk. Végre azt csinálunk, amit akarunk. De nagyon gyorsan el kell jutni egy boltba. És remélem, hogy nagyon nem törnek rád az életemre. És hát jó, persze a főkveszteiként Whiterunba visz. De én most leszarom a főkvesztet. És megyek inkább a saját fejem után. Tesó? Te? Ork vagy! Ork vagy! Te szent szar, gyerekek, már is egy orkkal találkozunk! Hogy nézel ki, tesó? Gyere ma... Megöllek, úgy megöllek, a szart úgy megöllek. Au! Á! Á! A vérebb vagyok! Áj, gyere ide, te szemét disznó, te! Te disznó! Hogy nézel ki, bűz lesz! Olyan büdös szájszokod van, mint amikor ébred az ember. Neked egész nap. Minden nap. All day, every day. Baszki. Mit híleled magad? Ki hílelt téged? Ne szórakozz már, hogy megtanultad a varázslást, te szemét. Hogy tanultad volna meg? Tudom, ne aggódjál. Kell egy kis staminát tolnom nekem is. Mármint staminát, a francokat. Potiont. Potion of healing. Most nem szórakozunk varázslattal, ugyanis én Sándor Kligény vagyok. Ősé, neki nincsen varázsereje. Gyerünk, baby! Azaz, gyerünk! Na jó, hát ez hogy került ide, meg ez mit csinált itt random? Nem tudom, gyerekek, de a kardunk megízlelte a valódi vért, az orkvért. Gyerünk, ezt felfedezzük a rákba. Hoppá, egy kis virágot szedünk. Lehet, hogy megtanuljuk majd az alkímiát. Na. Mountain flower. Hegyvirág. Jó. Hát nem tudom, itt van-e valaki. Ez nem tűnik lopásnak, úgyis szerintem ez egy elhagyatott hely lesz. De, na, betörünk. Ne törjél már szét!
Jó! Mire fogok pakolni? Jó kérdés. Szerintem a kovácsolásra. Hoppá! Még egy bandita! Gyere, baby! Úristen, kétkezessel! Ú, bazzeg! Gyerünk, 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 gyerünk! Ez az, gyerünk! Beléd állítom ide a válladba, vagy nem tudom hova. Erről van szó, banditákat ölünk, gyerekek, már most! Iron Battlex, muszáj elvinnem, mert nagyon sokat ér. Ó, micsoda bőséges étek! De mi az, hogy steal? Gyerekek, miért lenne lopás? Némelyik könyv egyébként ad bónuszt. Szóval általában azért föl lehet ismerni melyikek. Tehát miért lenne lopás az, hogyha lopok ezektől a banditáktól? Mert egyértelműen a banditák vették át itt az uralmat. Vagy én nem tudom mi van, hogy egy darab bandita volt itt. Hú, de szép ez a kecó. Sleep owned. Valakinek az ágya, de kié? Tehát hogy ez olyan hülyeség, hogy ez stealnek számít. Én ellopom a rákba. Mire pakoljunk, gyerekek? Alapból mindig tudsz három helyre pakolni. Tehát a Magicára, a Healthre és Staminára. Szerintem a Staminát fogjuk tolni egy kicsikét. Hamar elfáradunk. A speech-en elég sok van, ami tök jó. Sneak, hát arra nem fogunk pakolni semmit, mert teljesen fölösleges. Alapú 20-ason van a smithing. Úgyhogy arra fogunk pakolni. Can create steel armor and weapons and forge improve them twice as much. Let's go. Mert az armor nagyon fontos lesz tényleg egy ilyen egykezes, páncélra hagyatkozó karakternél. Én azt hiszem, ezt azért vegyük elő, mert ez mi? Oh shit! Grám, mindenki lő egyébként? Akárki az. Bandita, gyerekek, csak banditákkal találkozok. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Megint nincsen staminám, már erről beszélek. Ezért pakoltam rá. Gyere, baby, gyerek, túl közel vagy hozzám. És neked light armorod van, nekem pedig heavy, úgyhogy muszáj lesz, hogy megdögölj. Gyerünk már. Úgy is van. Na. Iron arrow-t elvisszük. Mindent elvisszünk, ami súlytalan, gyakorlatilag. Opa. De micsoda híd van itt, gyerekek, tök komoly. Oké. Okay. Kurva szádat, te szemét disznó, te. Te! Ez oda csajod? Az északi szukád? Hoppá! Ó, kicsit beszélünk, hoppá! Berakta a Matrix mozdulatot, nézd meg! Ezt lehet, hogy felfedezem. Mármint, hogy csak így odajövök ide közel, tudjátok? Ez azért is jó, ugye mert a térkép mutatja, hogy hol van a felfedező, így is van, és már egyek is innen el. Azért jó, mert egy XP, kettő, meg több lehetőség gyors utazni, mert megnézzük a cuccot. Itt van, amit felfedeztem most, és így oda lehet majd gyors utazni. Azért ezeket érdemes, hogyha egy nagy kalandozásokba vág az ember, akkor érdemes ezeket megcsinálni. Ez mind a gyökere? Annak a nagy fának? Most komolyan? Ez mind? Ezen szívtad a tápanyagot? Meg ebből is a vizet? Ez komoly. Na ennek már valamivel több van. Mi történt itt, hogy ki vannak szakadva a fák? De ennek is mi ez a kis rövid szar? Meg se kéne tartsa egyébként meg. De honnan jött ki? Na gyerekek, megvan Falkress! Vagy Falkreath! Nem tudom, hogy kell kiejteni. Jaj, az lehet, hogy fájni fog. Nem, jó. Jaj, de szép az a malomkerék. Vagy mi a franc, az vízi malom. Malomkerék. Mi történt? Na, elvileg itt engem aranyossággal fogtok fogadni, ugye? Elkaptak lopásom! Vérdíjat tűztek ki rám, mert elloptam egy banditától 20 aranyat. Jó, kifizetem, nem akarok itt semmit szarakodni. Na gyerekek, hát remélem, hogy ezt a Skyrim első részt, hogyha szeretném még ilyet látni Sándor Kligénynek a kalandzásait, akkor írjátok meg kommentben, lájkoljátok a videót, én nagyon szívesen játszanék még ezzel a játékkal, mert imádom a Skyrim, mert tudom, régi játék, lehet, hogy legközelebb megpróbálom valami modot is. Köszönöm szépen, gyerekek, a figyelmet, leírásban egy csomó linket találtok, amikor csak rákattintotok, faszak is helyekre tudtok eljutni. Köszönöm szépen, gyerekek, a figyelmet, szervusztok!